Gáborról, paksi beruházás kapcsán. A Debreceni Egyetem hogyan fog ehhez kapcsolódni, a műszaki képzést hogyan tervezik megújítani? Oktatási oldalról elsősorban, mivel oktatási intézmény vagyunk, az ősz folyamán valószínűleg már szeptember hónapban létrejön egy négyes megállapodás, ami a Moszkvai Műszaki Egyetem, a Rosszatom saját egyeteme, a Lomonoszov Egyetem és a Debrecen Egyetem között jön létre. És tulajdonképpen nem tudom, hogy hogy hangzik, de orosz segítséggel fogjuk megoldani ezeket a feladatokat. Lévén itt első a Rosszatom technológiájáról van szó, és mi nagyon örülünk annak, hogy ennek a technológiának egy részét mi is megtanuljuk és tanítani tudjuk. Rektorúratok az első évesek, akik ma itt esküdtettek, milyen jövőképet kínál számukra az egyetem, milyen stratégiai célok? Ugye említettem, hogy az egyetem egy picit más, mint a többi, hiszen itt az egyetemnek saját üzemei alakulnak, és rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel és vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik, de ugyanez megvan a kulturális, tudományos területen is. Tehát én azt gondolom, hogy legyen akár bölcsész, zeneművész, mérnök vagy orvos az illető, egészen biztos, hogy aki nálunk végez, az válogatni fog a munkahelyek között. Milyen hatással lesz az egyetem hallgatóira? Többeket tudnak felvenni más jellegű technológiával, mivel dolgoztatnak, hogy érinti majd az őket? Oscar Wilde-nak volt egy remek mondása, hogy one can never know what the future holds. Tehát a jövőben nem látunk. Azt már látjuk, hogy meghirdettünk a héten egy olyan, lehet azt mondani, programot, mely szerint az angol és a német mellé orosz nyelvet is tanítunk ingyenesen a hallgatóinknak. És az lett az érdekes, hogy a németnél és az angolnál jóval nagyobb számban jelentkeztek rövid idő alatt az orosz nyelvű képzésre hallgatók, és ez nem volt így eddig. Tehát azt gondolom, hogy ez már a kisugárzása annak, hogy a hallgatók érzik ennek a páratlan lehetőségét, hiszen az 1000 éves Magyarország legnagyobb beruházásáról van szó, és ebben a cél az, mind magyar részről, mind orosz részről, hogy minél több magyar ember, minél több magyar vállalat vehessen ebben részt. Miniszter úr, milyen módon szeretnék támogatni a minisztérium a Debreceni Egyetemen induló nukleáris mérnökképzést, minden láthatóan fantáziát, mire szeretnék kezdeményezni, és milyen eszközöket? Ugye megvoltak ennek a képzésnek a hagyományos helyei, Budapesti Műszaki Egyetem, de amellett ugye sokan dolgoznak Pakson jelenleg is, akik fizikusként itt végeztek Debrecenbe, és akkor sokan vannak, akik annak idején ösztöndíjasok voltak. Mi azt gondoljuk azt, hogy több helyen, több egyetemen van ilyen jellegű képzés, és az ország több területéről be tudnak ebbe kapcsolódni, hisz nem biztos, hogy az Alföldről, én mondjuk alföldi vagyok, de sokan bekapcsolódnának az atomenergetika békés célú használatába, de ezzel megint megnyit egy számottevő rétegnek a lehetőség, hogy ebbe bekapcsoljon, és azt gondolom, hogy nekünk kell ugye építkezésbe, végrehajtás, üzemeltetésbe mérnök, de nagyon sok mérnök kell abba is, hogy akár a hatóságnál, de akár a környezetvédő szervezeteknél. Tehát aki most adott esetben nem kellően pozitívan vagy fanyologva néz erre az ügyre, hogy mi köze van Debrecennek egy nukleáris mérnök képzéshez, én azt gondolom, hogy mindenféle ügyet szolgál ezzel. Mert az is fontos, hogy ne csak üzemeltető építő, hanem olyan akár a hatósági munkában résztvevő mérnökök legyenek, akik garantálják azt, hogy ez a mű évtizedekig jól fog működni, és az ország hasznára válik, ehhez pedig sok mérnökkel. Mikor indulhat meg a képzésre? Hát azt csak az akkreditációs hatóságok tudják. Tudnék, itt egy olyan képzésről van szó, amit ugye a Magyar Akkreditációs Bizottságon, nemzetközi fórumokon is át kell vinnünk. A munkát azonnal megkezdjük, részben már meg is kezdtük, bízom benne, hogy nagyon gyorsan. Egy közlemény már megjelent erről, hadd kérek egy összefoglalást a tanszékek elhatárolódásáról, vagy mit tudunk innen. A Debreceni Egyetemnek ugye 241 néhány tanszéke van.
egy szenátusi döntéssel szemben, hogy tanszékek elhatárolódnak, ez végtelen furcsa, hiszen a tanszékeket szenátusban képviselik. Ott megszületett egy 90% feletti nagyon-nagyon egyhangú és nagyon-nagyon támogató szenátusi döntés. Nagyon érdekes, hogy ebből a 4 tanszékből 3-nál a tanszékvezetők a volt rektori vezetésből jönnek össze, és 2 tanszéknek meg ugyanaz a tanszékvezetője. A 4. tanszék alkalmazottai pedig más olyan egyetemeken is elkötelezettek, amiről mostanában elég sokat beszélnek. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy ilyen sui generis tiltakozás ez, hanem számtalan olyan jelenség van, szándékosan nem merek bizonyítékot mondani, de számtalan olyan jelenség van, hogy ez a nagyon kis számú, és ugye ki lehet számolni, hogy mondjuk 246-nak a 4 a hány százaléka, ez úgy tűnik azért egy picit gerjesztett dolog is, de ez majd kiderül, mert ezen a téren nyilván, ha ilyen jelenség van, azt mi kivizsgáljuk, megnézzük az okait, az indítékait, a szabályzatoknak való megfelelőségét. Tehát amikor ezek lezárulnak, akkor erről részletesen be fogunk számolni, egyébként meg ez egy folyamatban lévő ügy. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!